Üdvözlök mindenkit a képernyők előtt, én Kérdél vagyok, és egy vízütést szeretnék nektek bemutatni, ami nem más, mint a Cooler Master Master Liquid ML240 LRGB, úgy tudom, hogy a neve van. A kicsomagolás és a bemutató előtti kisebb történetet is szeretnék róla elmesélni, hogy akit az nem érdekel, annak teszek ide a képernyő aljára egy időpontot, amit nyugodtan áttekerhet, hogyha ez nem érdekli, hogy miért is vettem ezt a vízütést, holott már nekem van egy másik. Ez. Ráadásul szinte majdnem ugyanaz a kettő, akkor mégis mi a tökömnek? Na most a legelső az az, hogy ez már több mint 2 éves. És hogy amire végül is vettem, a feladatát ellátja, csak sajnos már nem annyira hatékonyan. De azt, hogy ezt jobban meg tudja mutatni, az egy kisebb kameraváltást eszközölök. Na. Közben kamerát is csinálunk, a képminőséget egy kicsit elnézést kérek, de sajnos nem tudok jó fényviszonyokat varázsolni, hogy csak nem ezt a világ felkapcsolom bele, mert sok hatása annál van. Szóval, itt a lényeg. Ugye ez a vízhűtés, ami jelenleg ebben a gépben van. Na most eredetileg ez a vízhűtés egy i5-3570-esen volt, amit egész jól is hűtött, nagyjából egy olyan, mennyi olyan 60 fok környékéig melegedett a processzor, mondjuk render alatt. Csak ez egy picit állítok a kamerán, de láthatatok, ebből sokkal nem tudok kihozni, mindegy. És 2017. október környékén lett volna esedékes egy gépcsere, és erősen gondolkodtam az akkoriban megjelent Ryzenen, ami az egyébként annak vettem is egy bracket, külön keretet, ugyanis ez a vízhűtés az alapban nem járt AM4-es felszerelő keret, ezt külön keret az NL Max-tól megvenni. Majd egyeztetések, különböző tesztek, hírodalak után végül is úgy döntöttem, hogy nem veszek Ryzent. Igaz, hogy anyagilag jobban megérte volna, de nekem igazából 2 majom volt. Az egyik ez volt, ugye maga a keret, de a másik, ami itt van. Ugyanis ez hivatalosan ilyen fenn volt a listán, hogy ezzel foglalt, vagy kompatibilis lenne az alaplap, de csak 2 modullal. Én meg ezt Quatchinál képbe vettem, már akkoriban ez olcsó volt. Úgyhogy inkább megvártam a 8700-ast, vagy a 8 generációs i7-et, vagy i5-öket. És sikerült meg az első között beszerezni a 8700K-t, meg ezt a Asus Maximus 10 Hero alapot. Akit komolyan érdekel, hogy mivel áll a gépem, annak nem lesz egy link a leírásban. Na most én összeraktam, és nincs is vele semmi gond. Egyébként alapállapotban, ugye 4,7 GHz-ig boostol. Nem is annyira vészes, de amikor túlhúztam, ilyen 4,8-5 GHz környékéig már kezdődtek a problémák. Ugye ez kezdetben az alap ventilátumra jött. Na, várjál, hol van a doboza? Egyébként milyen jól nem látok a kamerába semmit, mindegy. Most kibányászom, hogy is szét kell kapni az egész gépet, de mindjárt megmondom, hogy miért, mutatom miért. A lényeg, a vízütés ezekkel a ventikkel jött. Ez a hajlított lapátos RL Max venti. Egyébként ami elég sok levegőt megforgat. Szóval ezek voltak rajta alapból. És hát játék közbeni terelésem 65, max 70 fokig ment. Teljes terelésen render közben elérte a 93-4 fokot is. Ami borzasztóan sok. Na most ezt próbáltam meg javítani. Nem tudom, mennyire tudom nektek megmutatni, vagy ezen már nem a gyári lentik vannak. Miközben próbálok ügyeskedni, hogy azért nehogy eldőljön nekem a géphez. Tehát látjátok, ezek nem a gyári lentik, ezek Arctic F12 CO-k. Amik valamennyivel több levegőt mozgatnak meg, és némileg halkabbak. Ezzel sikerült olyan 84-86 fokig levinni a hőmérsékletet, de ez még így is borzasztó magas. Az i7-hez képest nem, nyilván, mert azok eleve egyébként az újabb i7-ek nagyon melegedők, ős processzorok. És tudom, hogy alapvetően nem is ez a vízütés, ez a Cooler Master, amit vettem, lesz rá a végső megoldás. De bízom benne, hogy valamennyit egy pár fokot is fogok venyerni. Most jelenleg 4,8 GHz-en működik, 1,2 volton, ez a legalacsonyabb, ami még stabil. És hosszú távon semmiképpen nem lenne egészséges. Azért bízom benne, hogy ez a Cooler Master ütő nyer egy pár fokot, de majd a végső megoldás valószínűleg okokubak tanítás lesz. Egy kicsit ockodtam tőle, próbáltam kerülgetni, de attól nincs más választásom. Még vettem volna előbb ebbe még egy nagyobb radiátort is, mert ebbe a Cooler Master házba 280-as radiátor is elfér, de az viszont meg viszonylag drága lett volna. Mondjuk egy NZXT Kraken X62-es,
ami úgy alsóban is ilyen 40 és 50 ezer forint környéke, hát, és nem is biztos, hogy annyit nyertem volna vele. Úgyhogy úgy voltam vele, hogyha úgyis a már 2 éves ez a vízszűrtő, inkább lecserélem egy másikra, ami valamilyen szinten szebb is, talán egy picivel jobb is. Nem olyan egyszerű összehasonlító adatokat találni a két hűtővel kapcsolatban. Úgyhogy lecserélem arra, aztán majd valószínűleg jövő januárban majd kupaktalanítom a képet, vagy a processzort, és lehet még kap egy Copper IHS, tehát ez a rézmaga, vagy ez a réz műtősapka. Most a végső cél az lenne, hogy teljes terelés alatt a processzor lehetőleg nem menjen 70 fok fölé. Ha 5 GHz-et nem is érek el, nekem az nem is akkora probléma. Csak a lényeg az, hogy ne ilyen 94 fokon menjen, mert hosszú távon semmiképpen nem egészséges, meg így is baromi meleg van ebben a szobában, nemhogy még ez a gép is fűtsön nekem, mint az állat. Na most egy vízszűrtés, egyébként egy vízszűrtés cserél nem is lenne akkora probléma, de mindjárt mutatom nektek, hogy nekem ez még mi a baj. Ugyanis ez a számítógépház, lehet, hogy kábelek miatt nem sok minden fog látszani. Na azért megpróbálom nektek megmutatni. Ugyanez a hátabi lemez, ami a vízszűrtésnek a keretét szorítja. Na most nekem ebben az alap, illetve ebben a gépházban, látjátok, ez a kivágás nem elég nagy ahhoz, hogy kiszedjem ezeket a csavarokat. Úgyhogy kénytelen vagyok kiszerelni a kompletten az egész gépet alapapostul mindenestől, csak azért, hogy ezt az egy vackot leszereljem róla. Pedig ez a ház jónak jó hűt, de mindegy. Csak megoldjuk valahogy, de mindegy, ennyire ne szaladjunk előre, inkább nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Na de, nézzük is, hogy mi van a dobozon. Jelen maga a vízhűtés. Ugyebben létezik egy, azt hiszem egy R nevű változat, ami gyakorlatilag annyiban különbözik, hogy picit mások a ventilátorok, illetve itt a pumpánál itt van egy ilyen átlátszó plexi gyűrű, ami az is tud világítani. Most nem tudom, ez teljesen mennyiben jobb, annyira nem néztem utána. És, de viszont ami jó, hogy ez is van RGB vezérlő. Amit nem biztos, hogy használni fogok tudni, mert nincs hova kivezetnem a gépházból. Hiába van egy kis jó kocska, nincs azon semmi vájat, amin fel tudnám vezetni magát a vezérlőt. Talán itt egy kicsit jobban látni. A pontos funkcióit még nem nagyon tudom. Színváltoztatás, világítás effektusok. Mindegy, remélem ezt vagy BIOS-on, vagy az Aura szinken keresztül tudom majd vezérelni. Közben nézem, van rajta a magyar felirat. Nem, úgy látom, hogy nem. Csak annyi, hogy Cooler Master minőség, innováció. Igen. Ha meglátjuk, mennyire csendes lesz a Cooler Master, nem is maró híretek, hogy különösebben csendesek legyenek, legalább hatékonyak. Maga a radiátor méretek. Milyen szoketre lehet őket felrakni? Egy idő a TR-re nem, ahhoz külön széria van, ha jól tudom. Na, nézzük is, mi a dobozban. Mindenközben gyors, még elmondom, mert annak én gondolkoztam légütésen, mondjuk a Noctua-nak van az a böszme nagy ilyen HD15, lehet, hogy rosszul mondom, ha nem, akkor itt leteszem a palján. De az meg a memóriáktól nem fér be. Tehát ahhoz ki kéne vennem az oldalsó, vagy a toronyhűtőnek az oldalán lévő venti, de akkor meg nem lenne a hatékony. Na ne, mit is van a dobozban? Jó tárási jegy, stb. Biztos, hogy mindenki az legez a legelső, amit elolvas, a használat mutató mellett. Szerintem ez lesz a Quick Start Guide, igen, hogy hogyan lehet összerakni. Ezt majd lehet később elnézem, hogyha komolyabban elakadnék benne. Szokásos, nehet megfelelő a tuzacskó. Vagy mi ez? Pedig szerintem ez az lesz. Na mindegy. Ezzel most nagyon elfoglalkozzunk. Ugye maga az alkatrész, a tartozékok. Majd akkor komolyabban belenézzünk. Ez, és oda ez. Ja, ez a ventilátor elosztó. Egy Molex által, egy Molex kábel. Lehet, hogy ez kell majd a vezérlőhöz. Az micsoda? Az egy Y-osztó? Vagy ez micsoda? Vagy nem lehet, ez kell a LED-szalakhoz? Na mindegy, azt mondom, el kell nézni, megmondom őszintén, hogy annyira nem olvastam utána. Igen, yeah. Hátlóbb brekét, rögzítőkeretet, számtalan csavar,
és az RGB vezérlő. Nem tudom, mennyire látszik. Nagyjából azért jól látszik. Különböző csavarokra nem mutatlak titeket, illetve a Master Case fan, ami azt mondják, hogy hatékony, csak állítólag hangos, na majd megpróbáljuk ezt hatékonyan leszabályozni. Ó! Mi a fene? Jó, hogy értem! Tehát külön van a ventilátor része, tehát a ventilátor szabályozó, és külön a LED szabályozó. Na akkor azért van itt ez a hármas kábel. Ez majd érdekes lesz, hogy ezt bekötjük. Minden se csinos. Remélem legalább majd hatékonyan fogja végezni a dolgát, nyilván ebből kettő is van. Ez egyébként már félre, és akkor még ami hátra maradt, az a radiátor és a pumpa. Nyugodtan be merem levenni róla a fóliákat, mert nincsen igazából semmi, és gyakorlatilag ennyi volt a doboz. Közben ezt megpróbálom azért úgy félrakni, lehet, hogy nem ledöntse fel se a kamerát, se semmit. Azért van súlya, relatíve sűrű a lamella kiosztás, akár csak a LR maximális. Nem jobban tetszik, hogy nem tudom, azt fényben nem tudom mutatni, nagyon azért látszik. Hogy ez legalább braided kábel, tehát szövet húzott, meg a másiknál sima műanyag, vagy gumis. Még itt azért van, hát nem is a szorító bilincsek, de azért valamire rá van szorító. A pumpának azért van egy tisztes súlya. És azt nem tudom, hogy ez valóban RGB-s, a ventik azok biztosak, de a hivatalos képeken ez olyan 6 vagy 8 féle módon tudott csak világítani, legalábbis ennyit láttam. Igen, a fóliát el ne felejtsd levenni róla, meg különben a baromira meg fogod szívni. És ennek is, ha jól látom, kettő kábele van. És igen, ez is van, ez a... amivel a világítást szabályozunk, illetve a pumpa áramellátása és vezérlése. Az egészet nyilván összerakni nem fogom videóban, mert az hatalmas novum lenne. Majd időközönként azért mutatom, hogy hogyan állok vele. Ha nem lesz egyszerű, azt már érzem előre. Már egyszer jól összeraktam, aztán nagyon szetezem szét, csak azért, hogy egy hátlapi prekitet visszabetegyek a helyre. Na, ne dőlje, ne dőlje, ne dőlje. Köszönöm. Úgyhogy időközönként bekapcsolom a kamerát, azért mutatom, hogy hogyan állok a dolgokkal. Jó, akkor most körülbelül így állunk, nagyjából egy olyan egy órás szerelés után, csak közben itt álltok egy picit az állványon. Na, az alaplapot már kivettem, meg beraktam a helyére ezt a új bracketet, csak most jelenleg nem ilyen fogja semmi, de nagyjából az alaplapot állza megtámaszta. A kábeleki része már visszaönkötve, az előlapot ki, azért megint elő kell vennem a kézikönyvet. A vízhűtőt visszacsomagoltam a dobozába, nagy esélye ezt el fogom adni, mert igazából teljesen működőképes, csak nagy esélye, nem egy ekkora processzort kellene vele hűteni. Aztán meglátjuk, hogyan tovább. Egyelőre egész jól vagyok, nem szenvedek vele annyira, mint amire számítottam, ha bár egy-két plusz kéz azért el kellett volna, de el lehet vele lenni. Jó, akkor szereljünk tovább, miközben szól a zene. Csak én nem merem most ráadni a hangerőt a YouTube copyright dolgok miatt. Na jó, akkor ahogy haladjunk tovább. Nos, összeraktam a rendszert. Csak közben egy picit látjuk a... mit kell, hogy meg tudjam mutatni. Itt van benne ugye a fent a vízhűtés. A régi ventit ide beraktam előre. Hát annyi, hogy az RGB vezérlőt sajnos nem sikerült bekötni, mert Molex kábel kell neki. Nekem pedig jelen pillanatban csak SATA van. De mindegy, majd megoldjuk. Csak egy pillanat még összerakom újra az állványt. Na, ezzel visszakötöttem mindent, és most jön az első nyitás, mindig ez a legidegörlőbb, hogy vajon el fog indulni, és nem összes semmi komoly van, közben készülök. Készen látok? 3, 2, 1. Igen, ez ennek még normális. Közben a delgombot nyomogatom. Ezek a bujogó hangok elvileg normális, amik feltölt a vízhűtés. CPU fan speed error detected. Jó, a ventilátorok nem mennek valamiért. Ekkor hibát is csak én tudok eltölteni.
az alaplapra nem volt bedugva az Y-leosztónak a vége. Nagyon figyeljetek erre. Na, második nekifutás. Ebben most már mindennek jól kell lennie. Jó, csak közben akkor megint készülök. Akkor indítás 3, 2, 1. Jó, a ventik mennek, a világítás viszont nincs. Ne esélye, csak az RGB vezetőn keresztül megy majd. Jó, oké. Na, sikeresen bebútoltunk, csak közben akkor kamerát váltok. Jó, bocsánatod a rossz kameraszögét, de jelenleg csak így tudok kihozni belőle, meg úgyis össze-vissza fogok indítani. Na, jelenleg a processzor, ugye a 37 GHz, amit 27 fokos, stb. Na most egyelőre még nem kínzom meg ennyire, úgyhogy kicsit visszaveszek, és akkor 4,5 GHz-en fogunk először indítani. Csak nem ezt keresem, hanem hol van monitor? Nem. Configuration Extreme Tweaker. Lehet a monitoron belül lesz? Ja, igen, ez az. Igen, standard, PWM, a pumpa sebesség, hát igazából úgy van néha, mert neki a csöveki fér. Jó, akkor jelenleg. Na, lássuk, hogy elindul egyáltalán a gép. Nem bízom benne. Egyébként körülbelül zajszintre eddig körülbelül ugyanaz, mint ami az előző hűtés is volt. Most jelenleg akkor 4,5 GHz-en vagyunk, i7-8x scan, 1,2 volton. Ennél van, mivel kevesebbet is bírna, de most ezzel nem akarok szórakozni, nem volt időm most rendesen kitapasztalni. Na. És akkor nézzük. Jó van, most nem érdekel, köszönöm szépen. Real temp. Hát olyan 30-40 fok körül, ha remélem az nem fog annyira tüzelni, mint amire számítok. És akkor egy színebás. Hoppá. Még ezt előbb is megcsináltam volna, de igazából mellékes. Na, most leszek kíváncsi. Igen, igen, tudom, sok mindent leúsztam alaplapról, aztán ismertét fel, akkor inkább ide teszem nektek bal oldalra, jobban lássátok. Az billentyűzetemet felismerte. És akkor jelen pillanatban, ma lehet egy kicsit majd megpróbálok, hogy így. Ma lehet egy kicsit majd ránagyítok. És igen, nem a benchmark a lényeg. Na. 61, 68, 67, 69. És zajszintre sem olyan vészes egyébként. Úgyis van a lényeg, majd 4,8 GHz-en lesz, nyilván most azon jár. Vagy azon fog majd járni, bocsánat. Ugye ezt magasabbra boostolni egyébként. Ugye 4,7 lenne az alap. Na, akkor a maximumok 68 és 69 fok körül volt, ez jelenleg egész jó. Jó, de nekünk nem ez a lényeg, akkor vissza a BIOS-ba, akkor menjünk 4,8 GHz-re ugyanúgy 1,2 volton. Azt ki tudja, lehet a végén meg is húszom a kupaktalanítást, bár mondjuk ezt kötve hiszem. Előbb jutó muszáj lesz. Na, akkor vissza a BIOS-ba. Meg a világítást is később meg fogom oldani, csak szerezem kell egy Molex SATA átalakítót, mert anélkül nem fog menni. Na, léci. Jó. Igen.
target, igen, van nézni, 8, igen. És akkor... Backhaul, sync all cores. 4,5 GHz, 4,8 GHz, nagyon van, már hülyeséget beszélek. Target, igen. Sync all cores. Na és akkor újra indul a gép. Ezt meglátjuk, hogy rendesen fog-e menni mintám. Bocsárcsak közben itt még itt pakoláztak a háttérben. Tudom, hogy nem annyira izgalmas, de... Ez a message az. Na. Remélem azért lesz képen. Ja, oké, jó van. Na, csak jobb oldalt alulva nekem visszajelzeled ide, itt a monitornál, csak ezt pont nem látjátok. Na, nézzük, hogy mennyit változottak a dolgok. CPU, Z. Hagyja már engem békén össze. Igen. Hát ilyen ugyanúgy 30 és 40 fok. Nyilván ingadozó, amikor mit csinál a gép. És akkor megint ide jobbra. CPU, Z-t ide lerakom. Még mutatom nektek. Tehát jelen pillanatban 4800 MHz. És 1,2 volt, ez fel tud időként szökni 1,27-8, 1,23 környékéről kell. Na, most leszek kíváncsi. Benchmark. 69, 71, 2. Na, így már megjön a hangja a gépnek. De? Ja, 1,232 volt, 4,8 GHz. És emberek, 70 fokos a processzor. Most ezzel meg vagyok lepődve. Mi azt vártam, itt nem lesz egy 80 körüli érték, 1582 is, 73 fokig melegedett. Én azt kell mondjam, ez kimondottan jó teljesítmény az előző Air Maxhoz képest, ami ugyanígy tudott 84-86 fokot. Úgyhogy azt kell mondjam, én meg vagyok elegedve ezzel a vízszűtéssel. A kubaktalanítás úgy, ahogy ráért, szerintem januárban így is sort fogok ráíteni. Úgyhogy én nem mondom, vagyok egy 20 000 forintot egy ilyen díszítés biztos, hogy megér. Igaz, egy kicsit macerás volt összerakni, de nem bánom, megérte. Oké, hát én nem is szeretnék igazából sokkal több mindent mondani. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. És a leírás mindenképpen nézzétek meg, több linket elhelyezek, amikkel ezt tudtok tájékozódni. Legyen további szép napotok, legyetek jók, sziasztok!